Isten, az Isten világosságnak, világosságtól valóságos Isten, a valóságos Isten született ennek teremtmény, az kell a lényeg, és minden által. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszálltad a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és Szentlélek. Pontius Pilátussal, értés keresztre feszítették, én halált szenvedettése jelentették. Harmadnak a földben volt az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de mind a helyén kicsőségben, ígérni életet is adnak, és országának nem veszélyek. Hiszen a Szent Lélekben, Urunkban és életünkben, aki az atyától és a Jézustól származik, aki hívunk, imádunk és dicsőítünk, mint az atyát és a Jézust, ő szólt a proféták számára, hiszen az egy Szent, katolikus és apostolikus szentek által, való az egyensége a bűnösségtől, várhatóan a föltámadását és az eljövendő örök életet. Testvéreim, Krisztus az igazi szűrődő és a keresztség által egymellettünk túl vele. Kérjük Isten, hogy életünkkel méltó lehessünk a kereszténynek. Tartsd meg, Urunkat, igazságban, Szent Atyánkat, Ferenc pápát, püspökeinket és papjainkat, hogy az igazi szűrődőhöz, Krisztushoz kapcsoljanak minket. Hallgass meg! Kérünk téged, hallgass meg minket! Azt tudunk, hogy minden nép eljusson Krisztusban a testvéri egységre. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Engedd, Urunk, hogy egyházközségünk tagjai tudatában legyenek együtti tartozásunknak, és felelősséget érezzenek egymás iránt. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Engedd, Urunk, hogy Krisztus tanítása mindig bennünk maradjon, és jó tettekkel sok gyümölcsöt teremünk. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Árassz, Urunk, új, kegyelmi életet azokban, akik bűneikből nem hoznak gyümölcsöt Krisztusban. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Fogadj el, Urunk, imádságunkat és a Szentus Ádámot, a Sándor testvérünkért és vezető Törökországot boldogságával.